Na, szevasztok, vadak! Újra itt. És ki van velem? Tadám! Szevasztok! Pitstopó volt. Igen. Hátsó kerékcsapályát kell cserélni az 575-ön. Igen, meg betéteket, meg fékbetéteket. Nem állt meg a lánc. Na, amúgy is terveztem, hogy videózok, de Joe bácsi jött. Vágni nincs kedvem, úgy volt, hogy vágunk, de igazából majd legközelebb. Eleve úgy terveztem, hogy legközelebb vágunk. Na! Melós fűrész evolúció. Az igazi munkás fűrészek lesznek bemutatva nagyjából, mert lett egy új családtag. Az majd a végére kerül. Nem én vagyok. Igen. Nem, jó volt. Na, mindegy. Szóval, lehet, hogy a Joe nem ért velem egyet, lehet, hogy igen, nem tudom. Én szerintem ez az a kategória, ami az igazi, igazi melós kategória, nem? Ha, ez az a kategória, ami mindenre is jó, úgymond. Hát, az egy kilóg belőle. De mi? 570, mi az 6? Hát, az körülbelül ugyanaz a teljesítmény, szóval. Ezt oda szántál, de nem jön be. Igen. Csak ennyire. Na, ebből a sorból egy hiányzik, egyetlen egy onnan a legelejéről, az a 272. Ugye ezek a fűrészek az a 70 köbcenté, amit meg újra ismétlem önmagam, hogy ugye igazi munkás melós fűrész. Ugye a Husqvarna 272-ben nyitotta a sort, mert előtte ez a kategóriája nem volt. Mert ugye előtte mi volt? 162, 61... 266. 266, de az meg ugye kis, az is kisebb volt. Az is kisebb volt, de hát a 266 ugye az már a 2-es szériából jött, szóval igazából akkor már volt a 272 is. A 272-t 93-tól 97-ig gyártották, de még 2000 hivatalosan, de 2018-as modell is van belőle, ugye, mert az olyan országokban, ahol szabad, ott még mindent lehet. Ugye 72 köbcenti volt, közös blokkra épült a 61-el meg a 268-al, és ugye 97-be váltotta le, ami már nekem is van, ugye a sima 372-es. Ugye a sima 372, az ugye elvileg 2007-ig volt, de erről már beszéltünk, hogy 2007-ben volt egy úgymond jubileum, egy XPV, az a, ugye a gyári Big Boros, és akkor 2010-ben meg ugye jött a 372 X-Torque. Ugye onnantól fogva, hogy megjelent az X-Torque, az már közös blokkra épült, ugye a régi az még az, a sima blokkra épült, hát aztán erre építettek minden szart, mert ugye épült rá a 362, 62 XP, a 65, a 65, vagyis bocsánat, a 65 speciál, a 65 HH, 65 X-Torque, 371 XP, és ugye akkor jött ugye a 372 XP, 372 XP X-Torque, és ugye a 371K meg a 375K az mind erre a blokkra épült. Még a mi? Jones Airből a 21. Ja, hát meg még a Johnnyk, ugye. Igen, még a Johnnyk. De ugye ott van kavalkád, ugye az méltán híres, ugye a 3-as széria úgymond egyik legjobb ilyen gépének tartják, ugye a 372-t, mindenki ódákat zeng róla. És akkor ugye jött, hogy mi legyen tovább, és akkor megszületett az érthetetlenség határa. A zsákutca. Ugye akinek volt ilyen gépe, az mindenki azt mondja, hogy nagyon jó gép, csak ugye van egy kis probléma, ameddig megy. Na most ugye ez igazából nem nagyon szeret menni. Ő nekem a nagy kedvencem, ugye én Sátánkának is hívom, nálam is voltak problémák. Ugye ez úgy indult, hogy... Na, hogy indult? Föl se írtam? Nem írtam. Ja, de nem írtam föl. Ja, de fölírtam. 2008-ban jelent meg. Ugye pont akkor jelent meg, amikor elvileg a 372-t lezárták, utána jelent meg, ugye 566, semmi köze semmihez, mert az 575 meg az 570-re, 570 meg az 570 Mark 2-nek hívjuk, de csak sima 2-es, azok épültek erre a blokkra, ugye 73,5 köbcentire tolták föl, 51-es furattal, elvileg ez 2010-ig ment, 2009-ben lett belőle egy csodálatos autotune, ugye akkor már kísérletezett a Husqvarna az autotune-nal, ebben még buta autotune van, mert ez nem olvasható, nem írható, ez nem csinál semmit. Lehet, sokan azt mondják, hogy ez ennek az igazi hátránya pont ez a buta autotune, és utána jelentek meg az igazi autotune-os gépek, ugye az 5-ös szériásból, az 50-es, 560, 562 és így tovább. Ez gyerekek 2017-ig nyomatta a Husqvarna az 576-ot. Igazából ebbe a kategóriában majdnem az egyik legdrágább gép volt.
Én nem is tudom, én megvettem, de hogy... De nekem is mondom, okozott problémát. És akkor itt az új családtag, ami ugye fölváltotta 2017-ben, nagy óriás csinnadrattával, volt Husqvarna World Tour, meg minden faszom. És megjelent az 572, amitől talán azt mondanám, hogy nagyon-nagyon sokat vártak. És be is jött. Hát, vagy bejött, vagy nem, ugye sokan szeretik, sokan nem szeretik. Ugye ez talán a 462? Vel, azonos. Aha, körülbelül az. Nyában, nem tudom, hány köpcent is. 70. 70 fölött. 72. Igen. Ah, szerintem az is. Sem, most ideg kell, nyilván, ez meg 70, sem. Ez meg 70 köpcenti, 70 egész valamennyi. Ja, 70 egész valamennyi. Igen. Na mindegy, de ez nekem hiányzott a repertoáromból, mert én egyszer vágtam vele, és kurva jó meg minden, de mégse tett rám olyan nagy benyomást, hogy nekem legyen egy ilyenem. Én az 562-t sokkal többre tartottam. Ez azért komolyabb. De azért, hát igen, itt a Joe, igazából pont most beszéltük róla, hogy te azt mondtad, vagyis hát én kérdeztem, hogy szerelted-e már mindegyiket, és igazából mondtad, hogy... Igen, kivétel az 576-ot. Hát, Istenem, nem került még hozzá. Az 576-ot. De egyébként visszatérve ez a zsákutcát, a zsákutcából is születtek értékek egyébként, tehát mint a szólónak a twinje, vagy az Echo-nak a két hengerese, vagy azért van. Tehát hogyha ez is majd egyszer csak egy x év múlva arra a sorsa jut, mert hogy ez egy zsákutca végül is, és nem is készült belőle túl sok, tehát akkor úgy, mint gyűjteményi darab megérték. Hát biztos, hogy készült belőle túl sok, csak eladhatatlan, mert ugye még a mai napig van, meg ez lehet venni. Ez volt ezekkel is, hogy baromi költséges volt az előállás. Tehát nem érte megvenni, meg nem is tudtad nagyon megfizetni egy-két ember, de aztán most látjuk a x év múlva, hogy hol tart az is. Tehát lehet, hogy ez is arra sorsa fog jutni. Ilyen pedig formán. Geci jól megy. Szóval, hogy mondjam neked, szóval amikor vágsz vele, és rendesen teszi a dolgát. Vágtam vele én is. Szerintem jobb, mint egy 372. Annál biztos, hogy tehát jobban megy, viszont nem annyira. Tehát azért nem stabil. Nyilván ugye magyarországi viszonylatban is az van, hogy ugye az erdészeti felhasználás határozza meg ezeket a minősítéseket, nem az, aki mondjuk csak igen. Otthon vesz egyet, igen. Mert hogy mit tudom én, most ez neki megtetszett és összevág évi szinten mondjuk 15-20 köp fát, tehát akkor nyilván életképes. De kint a nagyüzemi termelésben nem állja meg a helyét, mert szétszalad a méhes. Na mindegy, az 576-ot azért vettem, mindenki szarozta, és én úgy voltam vele, hogy nem lehet ez olyan szar. Hát, mondom, ha megy, akkor kurva jó, de mondom, nekem olyanokat csinálva aznak, hogy vágtam, és mintha lekapcsolták volna a villanyt, és kész, és hello. És nem indult. Sehogy se. Utána... Lehet, hogy a múlt autótúrnak köszönhető egyébként. Utána másnap meg, amikor vittem volna vissza a szervizbe, ugye garanciálisan, akkor meg bejövök. Rötty. És rötty. Igen. Indul. Idáig jó. Sikerstok. Ez egy siker. De mondom, vágni vele nagyon jó érzés. Szóval tényleg. Én nem is tudom, mire hasonlít. Talán egy ilyen... Nyilván jó a rezgés csillapítása, és úgy emlékszem... Kicsinyített 3.90, vagy ne? Ja, nem tudom. Megfelelően erős is, mely is teszi a dolgát. Meg nem tudom, honnan jött ez az izé, hogy, hát, csak ez is hogy 73 köpcenti, mert nem hiszem, hogy egy izét, mert ugye itt a 72-nek a blokja ugye azt még kibírja, hogy ugye furat növelt, hogy 71,4, vagy bocsánat, 51,4 a furat, de ez meg csak 51-es, és akkor itt a lökettel játszottak. Ja. És akkor úgy lett 70-valány köpcenti. Na mindegy, én nekem ő a nagy szerelem, szóval tényleg. És akkor most megérkezett ő. Aztán, hogy ez szerelem lesz-e vagy nem, azt nem tudjuk. Hát biztos, hogy az. De... Egy izé hiányzik róla mondjuk egy kipufogó módolás, de amúgy... Jó lesz ez így, 3 év garival, pont jó. És ugye igazából azért, mert most azért minden drága lett, ezt tudjuk nagyon jól, de itt a fűrészeknél, itt piszok. Piszok drágaság lett. És igazából... Az, mert 450 ezeret nem adnék érte. Mondjuk, nem biztos, mert ugye őt is az pont arra van kitalálva. Akkor se. Így. Az már fájó. Tehát, hogyha kihúzod az erdőbe, és azt mondod, hogy 2 éven keresztül kihajtod a beléd, de termel neked annyit, hogy a nyereségből tudsz venni. Hát mondjuk igen. Kényelmesen, igen, 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 arra igen. Vannak. Tehát igen. Nem arra van, hogy most... Érted, hogy na, de akkor is fájó, érted? Szóval ja, amikor néztem az árakat az interneten, és akkor bazd meg, 6 kiló egy 592, 599 ezer, jobb helyeken 550.
Jó, de mondjuk ha... Bevész veszek két fűrészt és 1 millió forint. Ja, jó, de ha ebből élsz, hogy most van egy izé... Hát oké, persze. Egy végfelhasználású erdőd, amivel keresel, mit tudom én, 15 millió forintot, akkor pont nem érdekel, hogy érted, mert akkor visszahozza az árat. Tehát azt mondod, hogy mit tudom én, a régiekkel letermeléd, mondjuk van rá 3 hónapot teszem azt, akkor ez kell hozzá. Igen. A régiekkel meg lehet, hogy lehet, elcsúsznál úgy, hogy ködbér lenne vége, vagy olyan, tehát ez pont erre megy ki. Ezek haladók. Hát nagyjából egyformák, mert azt hiszem talán ezen, igen, ezen 50-es, ja nem, mindegyiken 50-es lap van, kivéve ezen 60-as lap, mindegyiken X-cut lánc van, ugye 3/8-1/5. Most maximum egy indítás lesz, mert eleve úgy terveztem, hogy ketté választom a dolgot, hogy beszélek ezekről a gépekről, aztán majd egy próbavágás, most nincs kedvem hozzá, megmondom őszintén. Az még föl se lett tankolva, meg semmi. Na, egy indítgatás. Hát 372, azt múltkor már tesztelgettük. Tehát szerintem fog indulni. Ja, de hülye vagyok. Ezen már nincsen izé. Nincsen, félgáz. Vagy van, de automata. Igen. Nézzük meg, hogy milyen a X-torkú. Az X-torkú. Szerintem ebben van benzin. Hol van? Aspen? Aha, jól érzed. Hallom a szagán. Ugye az X-tork az már ugye a fölöldekkaus. Meg erre én vettem a HD-szettet. Na nézzük. Ezt tettem rá. Vettél. Ennek szebb hangja van. Félek. A legszebb hangú. Szépen csörög a kuklója. Már most, az még be sem indult. Na nézzük! Sártánóval fog-e indulni? Ja, ez ide, ez már nincs gyújtás, ez már a 5-ös széria előjele. Megyen. Na, 576. Akkor is ez a kedvenc szerelem. Tényleg.
Én leszarom, hogy ki mit mond rá. Ez olyan, mint a macerás asszony, foglalkozni kell vele. Foglalkozós, viszont ezt meg kell tankolni, mert meg se tankoltam. Huszkornák! Huszkornák! Nem tudom, hogy le tudlak követni a kamerával. Na nézzük! Most, hogy elvégeztem az operatőri képzést. Megkapja Aspenovát. Aspenová Mándlikové. Az egyszer, amikor még mit tudom én, amikor megvettem ezt a kombikannát, nem figyeltem oda. És tudod, üzé nyár volt, valahol voltam vágni. Ja, kicsit segíteni, megmelegedett is. Nem. Na? Azt hittem kifúj. Nem, faszán teleöntöttem a benzintankot láncfényolaj. Ja? Jó, hogy van, attól még menthető, ha észreveszed, nem indítasz rá. Hát észrevettem. Na, faszán, öntöttem ki, vagy se öntöttem ki. Ezt mostam át. Ja. Tankot. Igen, most már nem annyira gazdaságos. Nem. Mostani most benzinárakkal. Már azt pennem, meg pláne. Nem. Akkor még nem az. Nem, lassan utoléritek. Ja. Az a jó a huszkorna lánckedő olajba, hogy ilyenkor, amikor meg van dermedve, akkor énekelni kell neki, hogy ahogy kijöjjön. Kijöjjön a kannából. Gyere, kibasz meg! Kéreti magát. Figyeld meg, mennyi ment be. Aha, majdnem tele van. Ah, persze, jó, igen. Ilyenkor szoktam. Ja, már pumpán. Ez is primeres? Mi? Primeres a kanna? Primeres a kanna, igen. Sajnos nem elég erős a primer pumpa rajta, hanem elég. Ficka úr. Ja, noszogatni kell. Igen. Nem kap levegőt itt. A hergennyivel egy lukat. Egy tízeset. És akkor ilyen. Még félig van. Igen. Igen. És akkor még nincs is benne hideg. Tehát nincs. Ugyanezt hidegbe elkövetni. És ennyi jó lesz addig, hogy elinduljon szépen. Meginduljon. Várjál, mindjárt még azért mielőtt bármi történne, mert ezt úgyis el fogom felejteni. Állítasz az olajban. Olajzáson, igen, ennyi. Maximumra. Majd legalábbis próbálok. Félkormánynak a helye? Igen. Fulvraknak a helye. Igen, mert már ez már az a fajta, ja, hogy külön van, nem egybe. Na! Szóval. Pumpinge Iréne. Én korosztályom az esetleg tudja, hogy miről van szó. A Iréne? Pumping? Ja. Pumping Iréne, ilyen volt az a, meg a NDK-s lány, NDK-s iskolás lányok jelentik. Igen. Ott mondjuk vigyázni kellett, mert a szatról. Ha izék jöttek ilyen sportolók, akkor figyelni kellett, melyiknek van kisebb bajuszkája. Na, föl van pumpingolva. A Balatonparton legalábbis úgy volt. Táborokban. Nézzük, hogy... Hat volt talán.
harapós a jószág. Igen, igen. Viszont a hangjával én nem voltam megbarátkozva. Hát, ezt... Én azért csináltam egy ilyen kis enyhe kipufogó módot neki, mert... Még finoman fogalmaztál a hanggal kapcsolatban, igen. Mert... Százas is ilyen volt, hogy nem az igazi tetén. Pont olyan a frekvencián. Az X-Torknak van a legszebb. Van a legjobb. A legszebb hangja van. Tényleg. Igen, ez pont olyan volt az 572, hogy vágtam vele egy első körbe, és akkor úgy bántotta a fülemet. Jó videót fültok meg minden azért kell, de akkor is olyan bánt. Egy kicsit olyan nem jó a hangja. Nem az a döblös egy kicsit. És érdekes, hogy nézegettem, hogy aztán pont úgy megy fölfele, de ez nem 100%, de mintha úgy emlékeznék, hogy egy 15 kW-okkal vagy föl. Hmm. 4-4-1-4-2-4-3, most csak mondtam. Amikor mondjuk pont nincs nagy jelentőség egyébként. Hát lóerőbe. Ja, úgy jön, de... Mondjam. Na, hát... Szép. Igen. De hangra az X-Torkkal vágnék legjobb. Igen. De mondom, hogy ha idős megvan, 5-7-2 is egy kicsit megvan öblösítve, akkor annak is szép hangja van. Kurva. Hát mert idegesítő az a visítás. Pont olyan frekvencián rezonál, nekem az én fülemnek legalábbis, hogy pont az izé, mint az 500-as a stílben, hogy rohadtul bántó. Úgyhogy ott is egy kicsit vagy módosítani, vagy az elejét cseréled egy barboxra, vagy valami, akkor onnantól fasza. Tehát mélyebb, nem az éles. Majd megkapják a jó kis rovanolajzás van. Uh-huh. Oil-ozás van. Na minden gyerekek, ez van, ez történt. Megszületett. A nagyfiú hazaérkezett. Hosszas vajúdás után. De tényleg hosszas vajúdás volt. Igen. Innen köszönöm a hosszagépnek, hogy elviselnek, meg mindent köszönök nekik tényleg, mert... Én már kirúgtam volna saját magam, akkor inkább úgy mondom. Hát nem egyébként, mert nem véletlenül viselik el. Tehát oda-vissza működik a sztori. Hát jó, de ők azért látják azt, hogy nem annyi idő óta vagyok itt, csak és akkor csatom össze-vissza, hanem... De nem egyébként, mert... Mindegy. Tehát ez a jó üzletpolitika, hogy azért valamilyen szinten tolerálni kell az embernek a bolondságát. Szóval bárkinek merem ajánlani, mert tényleg nagyon rendesek, nagyon jó fejek. Ja, és még velem is. Ja, igen, és még veled is. De hát na, tényleg néha hülye vagyok én is, szóval. Miért? A drágot mikor vettem, hétvégén csinálom, bementem a műhelybe, és felpróbáltam, mert és simán belefér nekik egyébként, hogy ott össze-vissza öltözködök. Igen. Végtelenül rendesek, na. Hát a normális vagy veled is normálisak, de ez mindenhol így van, szóval ez igazából... Nem feltétlenül, mert van, nem. Igen? Mert normálisan szólsz, bemész, és akkor nem is az, hogy lenéznek, hanem hogy pont nem érdekli azt. Tehát egy ennyit nem akar, hogy esetleg megnézze, vagy ránézzem, vagy utána nézzem, vagy bármit. Tehát azt a 3,5-4 percet, ami a gépből kivadászol, azt is sajnál. Nem Mussánára gondolok, hanem ilyen máshol. De van ilyen is, olyan is. Na mindegy, szóval ide érkezett, hazaérkezett, ezzel is megtuningoltam ugye a izét, mert ugye talán itt kezdődött a 572-nél, ugye? 572-nél kezdődött ez a... Nem. Ez a láncdeklő mizéria, nem? 2. Mi? Nem az én, az 592? Nem, ez előbb volt sokkal. Ja, az előbb volt, de hogy... Nem, az 572-nél kezdődött újra ez, hogy külön deklik el a külső röntemhozhoz. Nem. Hanem minél? Nem, mert utána még a Miki küldte az övét, de már nem... De hát az későbbi fűrész. Az későbbi. Hát azt mondom, hogy itt kezdődött az 572-nél. Lehet, de nem azt csináltuk, hogy ezt csinálom. Nem. Nem, az 592-t csináltuk, de az 572-nél kezdődött el ez az ökörség, hogy külön deklik el a röktámaszhoz. Ja, úgy igen, hivatalosan, hogy már ott is külön kell. Igen. Csak nem rárakható, meg... De ugyanaz a metódus, szóval, hogyha valaki ilyenre vesz külső röktámaszt 572-re, akkor ugyanaz. Ki kell piszkálni a biztosító gyűrűjét, kiszeded a elhagyásmentes csavarokat, fölfúrod a röntgtámaszt, az mondjuk kemény, fölrakod, vissza az egész, visszamegy rá biztosító, és kész. És akkor nem kell méreg drágán ásik deklit venned. Jó, égtelenkedik itt rajta ez a csúnya lik. Ugye a normák is
a normál gyáriához, a külső röngtámasznak itt lenne a helye. Ugye a nagynak meg másik dekli kellene, ugye, mert ebbe is itt van a merevítés elől. Tehát... ezt... mutatnám azt is, hogy így, hogy így, de... egy kis műszaki érzékkel megvolt. Igen. Meg egy pár jó fúrószálló. Hát az mindenféleképpen kell. Én nem tudom, miből csinálja a húszkarna izét, a röngtámaszait, de gyerekek, 5 vagy 6 fúrószálba került. Jó, persze, most lehet, hogy nem voltak minőségek, de a kobald, jól mondom, kobaldos? Igen, van. Ugye? Annak is meggyűlt a baja vele rendesen. De majd a Sanyi megmondja a tutit, hogy kell átfúrni az éneket. Na, hát ez ennyi volt, vágni most nem fogunk. Ugye ebből a sorból már a 72-es hiányzik, a 272. Vagy lesz, nem tudom még. Ki tudja, mit fog beszélni. Ezek fognak majd versenyezni a fába. Egyszer csak. Igyekszem minél hamarabb megcsinálni. Most is meg lehetne, de igazából a Joe-nak a kocsiját megcsináltam, és úgy elfáradtam benne. Nagy képű vagyok, hát, mi? Figyelj, ezért adtad egyébként főként a szellemi segítséget, meg az emelőt, meg az összes többi szintet. Igen. Igen, de igazából, na, szóval most nincs kedvem már ezzel baszakodni. Na, szevasztok! Csá! Csö.